Azt gondolom, ez nem valós helyzet. Ha látjuk a valóságot, akkor azt is látnunk kell, hogy az örmény kisebbségi önkormányzat létszáma, vagy a bulgár kisebbségnek a létszáma Csepelen nem annyi, mint a cigányoké. Jelenleg a cigányok létszáma Csepelen körülbelül becslések alapján is 6-8%, de ennél szerintem több. És még több lesz. Látjuk azt a folyamatot, amelyben Budapestről és vidékről is azért jelentős számban jönnek Csepelre cigányok. Ezt a helyzetet kezelni kell. Vagy hagyjuk, hogy majd lesz valami. Látnunk azt is, hogy a társadalmi feszültségek nőnek. Elképesztő jelenségek vannak. Örültem a meghallgatáson, a polgármester úr kiállt a cigányok mellett, és nem hagyta, hogy a cigánygyűlölet megjelenjen a meghallgatáson is. De látnunk kell, hogy van ilyen. Konkrét példák vannak. A Kossuth 166-ban a lakógyűlésen cigányembert azért nem alkalmaztak vízóra leolvasásnak, mert cigány. És azt mondta, hogy egy büdös cigányt így nem engedek be a házamba. Tegnap értesültem, hogy a Petőfi út 27-nél fölírták horogkeresztet, és hogy meghaltak cigányok. Rendőrségi feljelentés van belőle, és így megy tovább ez a folyamat. Hagyjuk-e, hogy a feszültség tovább nőjön? Vagy valóban kezdjük el kezelni a problémát? Dolgozunk ki programokat, és mondjuk be a cigányokat is a programok kidolgozásával. Eddig nagyon sok próbálkozás volt. Iszonyú mennyiségű pénzt költöttek cigány projektekre, de ez nem jutott el a cigányokhoz is. Látnunk kell az, hogy cigányok nélkül ezt nem lehet megvalósítani. A miniszter biztos most vizsgálja a cigánypénzek eltűnését. Tegnap Esztergomban tartott egy beszámolót, elmondta, kiderült, hogy nem a cigányok nyúlták le, vagy tüntették el ezt a pénzt. Egyszer nem jutott el a cigány közösséghez. Tehát megtehetjük azt is, hogy cigányok nélkül csinálunk cigányprogramokat, papíron ezt meg lehet oldani, de vajon lesz-e eredménye? Itt a testületnek kell újra dönteni abban, hogy ez az együttműködési megállapodás, amit most szerepel, ez alkalmas-e arra, hogy bevonják a cigányokat a döntés előkészítésekbe. Azt gondolom, ezt meg kell tenni. A bizottsági munkában nem kaptunk meghívást. Ezt azt gondolom, hogy egy egyértelmű állásfoglalás. Nem tekintenek bennünket partnernek. Azt gondolom, hogy szakmilag felkészültek vagyunk. Nagyon sok tekintetben le tudunk ülni bárkivel, megbeszélni az a problémákat. De ez egyszerűen lenézés számunkra, hogy a bizottságban nem kaptunk meghívást. Egyetlen bizottságban sem. Pedig nagyon sok bizottság cigányokról dönt. Cigány ügyben dönt, cigány programokról dönt. Nélkülünk teszik ezt meg? Vagy kívülről bekiabálhatunk, hogy hát ez jó vagy nem jó? Azt gondolom, hogy szabad joggal kell rendelkezünk a bizottságokban, és ott kell kifejtsük a hatásunkat, ott kell, hogy megbeszéljük azt, hogy mit kell tenni a cigányok érdekében. Egy másfajta szemléletet szeretnénk megvalósítani a cigány kisebbség önkormányzatnál. Ehhez kérjük a támogatását a testületnek. Ehhez át kell gondolni az együttműködési megállapodást, amelynek egyes pontja már nem valósult meg, hiszen a 8-as pontban szereplő költségvetés elkészítésének elfogadások rendje már nem valósult meg, hisz az ebben szereplő feladatot nem tudtuk egyeztetni, nem kaptuk meg, hogy ezt megbeszéljük. De azt gondolom, hogy ez az együttműködési megállapodás még változtatható. És kérem azt, hogy a tisztelt testület gondolja át, és próbáljuk ezt újra átnézni, és egy olyan együttműködési megállapodást találni, amely hatékonyá teheti Csepelen a cigányok társadalmi integrációját. Köszönöm szépen! Nagyon köszönjük az értékes hozzászólást, kevés ilyet hallottunk az elmúlt időszakban. Szeretném mondani kisebbségi önkormányzat részéről, én ennek kifejezetten örülök, hogy itt egy új szemléletű önkormányzatoknak a találkozója van. Két apró megjegyzés, az egyik, hogy a bizottságok tekintetében kötelező részt venni a kisebbségeknek a megyei és a budapesti szinten. Tehát megyei és budapesti szinten kötelező létrehozni kisebbségi bizottságot. Ez azt hiszem mind a 20 megyei, illetve fővárosi önkormányzatnál megtörtént. Mi úgy gondoltuk, hogy nem bizottsági szintre visszük, hanem egy olyan alpolgármestert bízunk meg vele, aki már többször bizonyított, hogy ebben a témában rendkívül jártas, és így a bizottsági munkát úgymond egy kicsit magasabb szintre emeltük. Ezzel nem a bizottságukat szeretném ebben a kérdésben megsérteni, hanem egy olyan területnek gondoltuk ezt, amit nem kell külön bizottság elé bevinnünk, hanem a tárgyaló partner az egy az egybe a 6 kisebbségi önkormányzattal Csepel megválasztott és esküdtett alpolgármestere.
A költségvetéssel kapcsolatban a 8-as pont arról szól, hogy a költségvetési koncepcióban dolgozunk együtt. A költségvetési koncepció még nem készült el, ezt december 15-éig kell benyújtani a jegyzőnek, mármint a jegyző készíti el és a polgármester nyújtja be, és ez meg fog történni, és természetesen el fogjuk juttatni nem csak a cigány kisebbségi önkormányzatnak, hanem minden kisebbségi önkormányzatnak, akivel ezt a megállapodást megkötöttük, és a javaslataikat, az abban foglalt javaslataikat, az vagy már a koncepciónál, mint módosítást fogjuk figyelembe venni, vagy pedig a koncepció mellé csatoljuk, mint az önkormányzattal egyenrangú önkormányzatoknak a javaslatát, és a költségvetés kidolgozásakor figyelemmel leszünk rá. A mai megbeszélésünkön, talán ezt is említette elnök úr, mert ma jó órát beszéltünk együtt, én újfajta együttműködést ígértem, és arra kértem az elnök urat és a kisebbségi önkormányzatot, hogy készítsenek akár egy projekt szintig lemenő intézkedési tervjavaslatot, és ezt én kapjam meg Ábel Attila alpolgármester úron keresztül természetesen, és akkor meg fogjuk hozni a megfelelő döntéseket. Szeretném itt is mindenkinek elmondani, hogy az önkormányzatunk nincs abban a helyzetben jelenleg, pénzügyileg, nincs abban a pénzügyi helyzetben, hogy bátran tegyen ígéreteket. Ezért én nem is fogok tenni bátran ígéreteket senkinek, és azt szeretném, hogyha most avval a lehetőséggel mennénk el. Bár tudom, hogy a szakadék elmélet, amiről beszélgettünk, az igen nagy, de kénytelenek vagyunk kis lépésekkel haladni, mert a mozgásterünk az ezt teszi lehetővé. Tehát vagy le vagyunk erősen békjózva, vagy nagyon keskeny a padló, kinek melyik hasonlat tetszik, de így tudunk csak előrelépni. Még egyszer köszönöm szépen, elnök úr, hogy hozzászólt. Én külön választanám a kisebbségi önkormányzatokat és a programokat, tehát akár a cigány kisebbségi önkormányzatot és a roma programot én külön választanám. Itt valamennyi önkormányzat hasonlóan van megítélve, hasonló honoráriummal vagy támogatással. Azt gondolom, hogy egyrészt nem szülne jó következményeket az, hogyha az egyik máshogy lenne támogatva, mint a másik. Másrészt viszont roma programra valóban szükség van. Ezt mi is többször már ellenzékben kifejtettük, de, és ez természetesen képviselheti a cigány kisebbségi önkormányzat, hiszen én tudom mondani, hogy ebben a cigány kisebbségi önkormányzatban bizony van olyan szellemi tőke, hogy ezt létre is tudja hozni. Magam is és a polgármester úr is beszélt a Jóni Tiborral, tehát látjuk, hogy itt felkészültség van, elképzelések vannak, és azt gondolom, hogy nyitottak is leszünk ezekre, bár hozzáteszem, valóban az önkormányzat anyagi lehetőségei rendkívül szűkesek. Ezzel együtt azt gondolom, hogy kell majd ezzel foglalkozni, és kell roma program. Én mégis azt kérném, hogy vegyük most ebben a helyzetben külön azt, hogy egy technikai jellegű megállapodással december 31-ig kitágítjuk a támogatás kérdését, illetve majd az elhelyezés kérdését, és legyen az egy másik tárgyalás pontja, hogy mi lesz a programmal, a roma programmal. A vita végén 20 igenes, egyhangú döntés született a javaslat elfogadásáról. Szintén ellen és tartózkodó szavazat nélkül fogadták el a kerületi döntéshozók a 2011. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra és a 2010-2011-es tanév indításának beszámolójára tett előterjesztéseket. Borkaszász Tamás, az MSZP frakció vezetője, határozati javaslatokat terjesztett elő Csepel országgyűlési képviselői felé történő felkérésre. A vitában az előterjesztő és Pákozdi József, a Jobbik képviselője között éles szópárbaj alakult ki. A Csepeli Jobbik alapszervezet nevébe kijelenthetem, hogy ez a javaslat egy cinikus és rosszindulatú javaslat. Rosszindulatú azért, mert amit az MSZP vezetése 16 éven keresztül nem csinált meg, azt a mostani képviselőkön akarják meg bevasolni, számon kérni. Köszönöm szépen, csak ennyit akartam hozzá. Visszautasítanám itt nyilvánosan képviselőtársam minősítését, a cinikus jelzőre gondolok itt, már látom, hogy le vannak osztva a szerepek itt a mai testületülésen ebben a témában.
Képviselőtársam figyelmét szeretném felhívni, hiszen új képviselő lehet, hogy korábban nem kísérte annyira figyelemmel az előző testületek munkáját, hogy az ebben az előterjesztésben javasolt fejlesztések, beruházások, ezek nem új keletűek, ahogy célzott is rá. Azt nagyon szépen kérem, ne tessék már megkérdőjelezni, hogy a korábbi önkormányzati vezetések egészen 90-ig visszanyúlóan ezen fejlesztéseket ne akarták volna megcsinálni. Dehogy nem akarták. Cél is volt, hogy megcsinálják. És ha ránéz erre a listára, akkor láthatja, az biztos, hogy nem jelentheti ki senki, hogy ezen sorok tekintetében az égvelemon semmi nem történt az elmúlt évben, évtizedekben. Teljesen egyenként lehet megmondani a fejlesztési javaslatokról, hogy némelyike az előkészítés szakaszába jutott, némelyiknél már tervek is készültek erre vonatkozóan, bár ezt mindig gúnyos jelzőkkel illetik. És van olyan sor is ebben, lásd Gerinc út építése, amelynek igaz egyik rövid szakasza, de már elkezd épülni hamar, sőt építik is. Nyilván majd be kell fejezni a további szakaszokat. Tehát minden erőfeszítés megvolt, politikai és pénzügyi szándék, hogy ezeket az előterjesztéseket megtegyük. Két dolog hiányzott ez alapvetően a legtöbb esetben. A pénz, és lehet, hogy törvényi vagy jogszabályi kötöttségek hátráltatták e beruházások megvalósítását. És még egy dolog, a politika nyilvánvalóan, hiszen nagyon sok ügyben fővárosi vagy parlamenti kormány illetékesség van, és az ezekkel való egyeztetés, a korábbi ciklusokban való koalíciós felállás nem könnyítette meg ezen erőterjesztések átvitelét. 2010 április óta azonban új helyzet van, és én Pákozdi József képviselőtársammal ellentétben nem hátrafele néznék, meg hátrafele mutogatnék, hanem inkább előre tekintenék. Új helyzet van az országban, hiszen az önkormányzatok minden szintjén, a parlamentben is, minden egyes döntéshozó neve mellett a névtáblán, az zárójelben Fidesz-KDNP szó áll. Én azt gondolom, hogy innentől kezdve senkivel nem kell egyeztetni, senkivel nem kell megegyezni. Ha komoly szándék van ezen csepelt, igen előnyös helyzetbe hozó fejlesztéseki beruházások megvalósítására, akkor ehhez kellő segítséget lehet adni. És szerencsére van Csepelnek két parlamenti képviselője, mind a kettő ott ül egy kétharmados parlamenti frakcióban, a fővárosban szintén Fidesz-KDNP többség van, tisztán és egyedül. Azt gondolom, mivel csak az akarat a kérdése, sokszor hallottuk ezen megvalósításoknak, itt az ideje, hogy az akarat elinduljon és megkezdjék ezek megvalósítását. És én fogok legjobban örülni, higgy el, képviselőtársam, és nem önhöz beszélek most, hanem mindenkihez, ha minél több fejlesztés megvalósul ezek közül. Az érvénytelen szavazás során kiderült, hogy a Fidesz-KDNP nem vett részt a döntéshozatalban, mert álláspontjuk szerint paródiának tartják, hogy a 16 év elmaradt fejlesztéseit a másfél hónapja megválasztott új vezetés nyakába varják. Az ülés végén Borkaszász Tamás interpellációira került sor. Három témában, a Csevag ZRT működésével kapcsolatban, a Csepel újsággal kapcsolatban és emlékmű állítással kapcsolatban tett fel kérdéseket az MSZP-s képviselő. Az interpellációkra adott polgármesteri és alpolgármesteri válaszokat 15 igen, 4 nem egy tartózkodással elfogadta a testület. Legközelebb december 16-án ülnek össze a csepeli döntéshozók.